Mesztegnyőn vagyunk a 14. alkalommal megrendezett Rétes Sütő Fesztivál és Falunap első napján. Már elkezdődött a Faluház udvarában a verseny, ahogy majd látják kedves nézőink a képeken, nyújtanak, dagasztanak, töltenek, sütnek, és hát nagyon nagy buli szokás szerint, azt hiszem, hogy mindenki nagyon jól fogja magát érezni, iszonyú meleg van és lesz, de hát erről szól a nyár, hajrá Mesztegnyő! Túrós, medgyes, medvehagymás és krumplis rétest is nyújtottak az asszonyok Mesztegnyőn. Azok közé tartozunk még, akik minden erőnket összevetve, összerakva megrendezzük minden évben ezt a fesztivált. El kell, hogy mondjam sokatszor, mint minden évben, hogy sok száz ember közös munkája fekszik ebben a két napban. Úgyhogy én most itt mindjárt megköszönném minden segítőnek, minden hozzájárulónak, mindenkinek, aki együtt gondolkodott és együtt tett velünk, hogy az idén is megrendezhessük ezt a kis fesztiválunkat. 14. alkalommal, ez azt jelenti, hogy 14 év folyamatában szinte, hiszen talán csak egyszer volt egy kihagyott év. Azt jelenti, hogy a falu ereje még megvan, de hogy a, szintén a verse kanyarodjak vissza Bajza gondolataiban. Megújulni, újulni és ébredni kell, és minden nap meg kell küzdeni a holnapért. Ébredj nagy álmodból, ébredj Árpád fia, fölkelt a nap, hazádnak föl kell virulnia. Ellenséges hadakkal vittál ezer csatát, szívvéreden ezerszer váltád meg a hazát. A felvirrat kor ismét igényli szívedet, vért nem kér, csak hazáért égő szerelmedet. Igényli, hogy becsüld honod külföld felett, védd, ápold, mikkel Isten megáldá földedet. Amit gyártott magyar kéz, nevelt a hontelek, amit magyar zamattal ihlettek a szelek. Mi a rónák felett él, hegyaknában terem, mindaz nemes fajodnak erőt adó elem. Az inyencek több mint százféle íz közül választhattak. Ha minden igaz, akkor túrós. De érdekes módon így a somogyi hagyományokkal ellentétben nem édes túros, hanem sós túros. Terveink szerint teszünk be egy kis póréhagymát, egy kis szalonnát és egyedi fűszerkeveréket, ami titok egyelőre. Csak így vagyunk öten. Ez egy fiú csapat, ami részben lányokból áll. Igen. Érdekes még, hogy ezt a részt szűzlányok nyújtják. Tehát szűzkezek nyújtják, szűzfiúk. És egy férfi az én vagyok, két szűzfiú, két szűzlány, és ezzel rétesre fogunk nevezni, hogyha megnyerjük a főnyereményt, akkor a szüzeknek fogjuk felajánlani. Addig dagasztanak az asszonyok, még sima és szép hólyagos nem lesz a tészta. Ez egy igazán jó rétes receptje, mesélték a szakavatottak Mesztegnyőn. Mi a Horgosi Barka hagyományőrző csapattagjai vagyunk, vendégségbe itt Mesztegnyőn. Házi húzott rétest fogunk készíteni, hagyományos horgosi receptek alapján. Hát lesz túrós, édes túrós, kapros túrósunk, medgyes mákosunk, még hát túrósok különféle ízesítésekkel. Túrós rétes készül, ami a tésztája az eredeti rétes recept, és akkor abból van túró tölteléke. Úgyhogy először kinyújtjuk a rétest, ilyen szép hólyagos, minden rendben, és akkor megtöltjük túróval. Három fős a csapat, és két éve tanultuk ezt a rétest egy mesztegnyői férfitól, aki, és ő tanított minket, úgyhogy, és azóta már tavaly voltunk itt, és nyertünk is. A bakházai háziasszonyok merész újításokkal és különleges töltelékekkel próbálkoztak. Az Együtt Bakházáért Egyesület csapatja vagyunk. Negyedik alkalommal érkeztünk. Az idén a különleges rétesünk a sárga dinnyés rétes, a másik a savanyú káposztás kolbászos, és a diós szedres. A csapat tagjai, ez egy falubeli egyesület, és a háziasszonyok mindenki. Bár az idén is a legjobb rétes címért folyt a küzdelem, egy ilyen rendezvény nem csak a versenyről, hanem a közösség építésről is szól, hangsúlyozta Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője.
Somogy megye legkiemelkedőbb gasztronómiai rendezvénye, hanem meggyőződésem, hogy az országban is egyre többen figyelnek erre, hiszen a rétes egy különleges és kiváló magyar étel, amit hagyományosan is, és mindenféle érdekes módon is el lehet készíteni, ahogy azt itt hallottuk is a felvezetésben, hagyományos kategóriákban is lesz zsűri, és van egy egészen érdekes az egyéb kategória, minden esztendőben valami különlegességgel elő szoktak rukkolni a csapatok. Akik nem elsősorban versenyezni jönnek ide, hanem részt venni ezen a fesztiválon, jól érezni magukat, megmutatni a településekön működő közösség erejét, hiszen manapság egy ilyen fesztiválon részt venni nem kis áldozatvállalást jelent. Én azt gondolom, hogy amíg vannak olyan települések, akik vállalják az ilyen rendezvények megrendezését, amíg vannak olyan közösségek, addig a reményünk is él arra vonatkozóan, hogy a vidéki értékek, a hagyományok azok megmaradnak, és mindig lesznek, akik továbbadják, és ez rendkívül fontos. A 14. Mesztegnyői Rétes Fesztiválon 15 000 darab finomság sült a kemencékben.